Sziasztok, itt lesz után. Újra a vicceket fogok mondani. Úgyhogy itt is az idő. Nem tudom, ki emlékszik rá. Arra a pillanatra, amikor Godot lekávézt a Phoenix Wrightot. Hogy lehet ezt tréfáson nevezni? Úgyhogy Godot kávésabbot adott Phoenix Wrightnak. Két ember beszélget, az egyik megkérdezi, hogy hol találom a győri büntetés végrehajtási intézetet. A másik azt válaszolja, hogy a vasútállomásos szemben. Miért vész oda? Látogatóba? Nem. Raboskodni! Egy turista megkérdezi egy idegentől, hogy hol találom a Tesco-t. Az idegen azt válaszolja, hogy 100 méterre egy épület 10. emeletén. A turista megkérdezi egy idegentől, hol találom a Magyar Nemzeti Bankot? Idegen válasza, Bukaresten. Egy hotdogáros, aki hotdognak költözött, de sajnos egy autózó útjában van. Van is elég rossz helyen az autópályán. Mit mond erre az autózó? Hé, mozog már húsi falat! Húsi falat! Most jön egy rendőrös. A küldönc megkérdezi, hogy se jelent az őrmesternek. A küldönc mondja, szemetelés szeretnék bejelenteni. És az őrmester megkérdezi, ki szemetel? A küldönc válasza, az első! Most ilyen South Park-os vicc, de ez még nem megtörtént eseménynek számít. Cartman puncincának nevezte PC igazgatót, és Timmy ennek szemtanúja lesz. Timmy be akarja árulni PC igazgatónál, de sajnos Cartman ezt meg fogja úszni. Tudjátok miért? Mert Timmy csak azt tudja mondani, hogy Timmy! Jöjjön egy morickás vicc. Aki azt mondja, soroljon fel igefajtákat. Igeidő, igenevek, igenemek, szállóigék és varázsigék. Egy áldozat a rendőrségen. Egy áldozat jelenteni akar valamit az őrmesternél. Most nem megkérdezi, mit most az áldozat lopást szeretne bejelenteni. Az őrmester megkérdezi, ki lopott meg, vagy mit loptak el? Az áldozat válasza, ellopták az ürülékemet! Jó van, akkor... Egy mesztelen ember, aki télen 0 fokos hidegben mozog kint. Egy idegen megkérdezi, miért van mesztelen, amikor tél van? A mesztelen ember válasza... Mert fagyókúrán vagyok. Értitek? Fagyókúra! Egy turista megkérdezi idegentől, hol találom a Kauflandot? Az idegen válasza, a Zsákutca 2-ben. Egy ember egy csipkebogyóbokorból eszi a csipkebogyókat. Egy idegen megkérdezi, miért eszi csipkebogyót? A bogyóevő válasza,
Azért, mert bogyókúrára fogtak. Moriczka bátyja megköveteli, hogy takarítsa ki az udvart. De Moriczka válasza nem. A bátyja üvöltve mondja. Azonnal takaríts ki az udvart, különben ide hívom Zsoltit. Moriczka erre megkérdezi, ki az a Zsolti? Bátyák válasza, Zsolti a béka. Még egy szószparkos vicc. Miért vicces Scott Melkinson? Mert mindig öntögeti a nyelvét, like this. Moriczka apja közli, hogy vannak hívei, akik egyben a segítői. De Moriczka erre frászt kap. Tudjátok miért? Mert azt hiszi, hogy éces. Jöjjön egy kórházas vicc. Egy turista megkérdezi egy idegentől, hogy hol találom a kórházat. Úgy 50 méterre van jobb oldalt. Látogatóban mész? Nem. Mert ott akarnék feküdni. Miért? Miért vagy olyan beteg? Milyen betegséged van? A turista megmondja, hogy nem betegség. Csak egyszerűen, de találj egy kifogást, aztán nem megy bellózni. Ha lenne Magyarországon Halloween, hogyan neveznék el? Halloween! Mit szemtelenség feltenni egy hipermarketben? Árulnak maguk heroint? Most egy bolhás viccet fogok mondani. Két bolha beszélget egymással. Az egyik megkérdezi. Ha nyerné a lottó, mit csinálná? A másik válasza. Megvenném a legmagasabb kutyát. És milyen kutya lenne az? Egy labrador. Autóbalesetes kérdés. Mi az oka annak, hogy két autó összeütközik egymással? Az, hogy egy nem tud. Jó van, fejezzük be egy kokkofice. Koko, ki az? Spongyabok kockanadrák. Jó van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámat, nyomjatok egy lájkot. 10. vicc fogjuk majd folytatni. Úgyhogy csöcs, srácok!